Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban meg fogunk nézni még egy Luxury Dark videót, mert így kell ejteni, hogy Luxury. Elnézést mindenkitől, hogy a héten nem volt videó, de kicsit lebetegedtem, és nem éreztem úgy, hogy most videózzak. Na de a mai videóban elvileg a srácok vesznek egy pókot a Dark Web-en. Jól hangzik. Aki esetleg tudja magáról, hogy ilyen pókfóbiás, meg ilyenek, azoknak nem ajánlom ezt a videót természetesen, csak saját felelősségre. Egy ilyen állató oldal a Dark Web-en, ahol lehet venni állatokat. Lehet venni kukacokat is, kutyát, macskát. Ha jól láttam. De szépek. Bele akarja rakni egy földelteli kádba. De jó lehet ezt a kádat kitisztítani utána. Sokkal menőbb amúgy, ha kajak egy pókot vesznek, mint egy kukacot. Chester az nagyon kukacokat akar venni. Hát amúgy inkább én is vennék egy kukacot, mint egy pókot. Mi van? Ezek a pókok belemarnak a szívedbe és a nesztedbe, nem tudom mit jelent. Adnak egy meleg érzést, amit pénzzel nem tudtok megvenni. Hát... nagyon jó hangzik. Ez nem hangzik túl jól. Na nézzük, milyenek vannak. Van egy ilyen vékony, a malacevő pók. Milyen arca van annak? De várjál már. Hadd nézzem csak. Az mi? Oké. Egyedül, hát nem tudom, a Black Goliath Spider néz ki úgy, mint egy pók, a többi azt hagyjuk. Vegyenek egy Black Goliathot. Azt mondom, azt veszik. Jó. Ez a legnagyobb pók. Ez egy terhes nőstény, aki készen áll a tojásait lerakni. Tartsa távol a kisgyerekektől, idősektől és állatoktól. És mi van velem? Tőlem miért ne tartsák távol? Én nem vagyok se kisgyerek, se idő, se állat. Engem nyugodtan megölhetsz? Még mindig akar kukacokat. Jó, hogy van egy ilyen kukac farmja a Chesternek, és azért akar még egyet. Úristen. Húsz láb az hány kiló, várjál? 20 lbs-tú kilogram. 9 kilós pók! Aha! Ez finom. Jól hangzik. Oké, kaptok majd egy értesítést, hogy mikor érkezik. Azt mondod, nem félsz a pókoktól. Nem tudom, miért lenne probléma, hogyha meg akarna téged érinteni. Két éjszakával később. 9 kilós. Na, megérkezett a csomag. Mi is egy dobozba fogják kihozni? 9 kilós pókot? Aha. Mi be kéne vigyük? Hát nem azért vettétek meg közel 3000 dollárért? Ez majdnem 1 millió forint. Egy pókért. Gondoljatok bele. Amúgy, ez jó kérdés. Miért kellett leláncolni a dobozt egy pók miatt? Ez se túl biztató. Kinyissuk most, vagy fent? Fent.
Az megmozdult. És látom, miért rakták rá a láncokat. Húha! Óvatosan. Kaparja a dobozt. És mibe rakják majd? Mi fog történni? Mi van én édesanyja abból a lyukból, aki fog nyúlni a keze? Én ezt megmerem jósolni, hogy az a lyuk az nem véletlen van ott. Ott valami történni fog. Ja, várjál, kiálltak belőle. Hálók. Szóval már széthálózta valószínűleg. Egy körömreszelővel próbálja levágni a láncot Chester. Nem a legokosabb ember. Amúgy igen, egyszerűen csak lehúzod róla. Itt kinyitják. Még egy doboz van ott. Nem véletlenül. Ez nem is pókháló, hanem csak ilyen szar. Pirate. Azt mondja, van rajta egy kalózjel. Hát ez nem a kalózjel, hanem hogy meghalhatsz. Na, azok már pókhálók. És ezek alatt van egy pók. De ne nyújkálj már oda! Vidd el tőlem ezt a cuccot. Húha. Nem néz ki jól. Ó, van egy ilyen hatalmas akváriumok. Egy terráriumok. Valamit rá akarnak tenni a tetejére, hogy biztos ne jöjjön ki, de ez mekkora? Ez úgy néz ki, mint egy rák. Nem is úgy, mint egy pók. Raknak rá köveket. Na, hát így már valószínűleg nem fogja fel áttörni a dolgokat. Téged néz. Igen, ma kioszták a garázsba egyébként a pókot, hogy berakják a terráriumba. Elmentünk aludni, és hagytuk, hogy a kamera felvegye a dolgokat. Nem néz ki jól. Mondjátok, hogy nem úgy néz ki, mint egy rák. Igen. Áttöri az üveget? Mit tippeltek? Valamire készül. Bum! Nem. Mi? Ugrani fog? Mi volt az a táncikálós mozgás? Mi? Két óra múlva, igen, két óra kaparás és pókháló szövés után a pók egyre izgatottabb lett. Lesokkoltunk attól, ami ezután történt. Nem, mi történt? Áttörő az üveget. Hát, vagy a nehéz köveket lelöki. De mert a pókok azok ilyen okosak. Aha, felmászik az üvegem. Kukucs! Úristen, hogy néz ki? Eltűnt. Ó. Ó.
Miért van ilyen hangja? Na most irogassatok. Valakit most el fog kapni, de vajon melyiket? Hallottam egy nagy ütést, vagy valamit. Szóval megnézi, mi zó van lent. Van itt valaki? Megnézzük a pókot. Hát az már nincs ott. El kell szomorítsalak. Hoppá! Okay guys, so I'm about 90% sure right now that this spider got out. I gotta go tell Chester. 90%-ban biztos vagyok abban, hogy ez a pók ez kijött, kiszabadult. Szóval most felébreszti Chester-t. Chester? Ott van rajta! Chester! Mit csinált vele? Beleszőtte a hálót a szájába. Belerakta azokat a tojásokat, amiről beszéltek a leírásba, hogy készen áll tojásokat rakni? Biztos ez történt. Megnézzük, hogy hogyan tört ki a teráriumból. Yeah, it probably didn't like being in there. We should give it some water or something. Maybe it was thirsty. Bro, we're lucky this thing. That's so much what. Yo, dude, look at that. What's it trying to do? Again. Bro, it just broke through. Yeah, I know, dude. We know it broke through. I can't believe it lifted that up. Dude, I hate to say this, but I have. Van erő abba a kis pókba. Oh, dude. I don't know. No, olyan mit csinált vele? Chester. Mit csinált ilyen közel az arcomnál? Na igen. Vajon rakott bele tojásokat? Vagy sem? Azt mondja, elkezdte érezni, valaki mászkál a hasába. I mean, do you want me to take you to the doctor's office or something? Dude, I need to get like an ultrasound. Elvenjünk orvoshoz. An ultrasound? You think you're pregnant with this one? Dude, this is a joke. Bro, as soon as the eggs hit your stomach acid, they probably dissolved. And that's el akar menni egy ilyen ultrahangra, amit a terhes nőknek szoktak csinálni. Értem. I don't know, bro. It probably just was warm or something. Probably felt good for it to put his tail on there. Dude, you think way too much about this. Okay? Amúgy igen. Valószínűleg azért rakta a szájába a tojásokat, mert hogy ott meleg van. És ott úgy el vannak a tojások. Ennyi? Hát... nem tudom. Nem lennék Chester helyébe, hogyha egy hatalmas pók valamit a számmal csinálna. Úgyhogy tudom róla, hogy éppen tojásokat akar rakni, valószínűleg nem lennék nyugodt. De hát így jár az, aki a Dark Webről pókokat rendel. Ne rendeljetek pókokat a Dark Webről. Semmit ne rendeljetek a Dark Webről, fel sem menjetek a Dark Webre. Ne menjetek fel. Mondjuk nem is nagyon tudtok, csak én nagyon csiki-csuki módszerekkel, de akkor se. Nem szabad, nem szabad. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett, akkor azt jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóban pedig találkozunk, jók lehetek, sziasztok!